Annyit Mikét gyermekkar előadása nyitotta meg a Kodály Zoltán Általános Iskola és a Nyíregyházi Cantimus Kódus közös szervezésében megrendezett 14. éneklő ifjúság megyei kórus találkozót. A Kodály Zoltán Általános Iskolának ez egy hagyományos, évről évre visszatérő, de kiemelt programja, mely keretén belül várjuk a megye hát közelebbi és távolabb működő kórusait egy közös éneklésre, vagy megmérettetésre, egy színpadi szereplésre egyaránt. Ma délelőtt és délután folynak majd a hangversenyek, tehát mondhatni azt, hogy egész nap a zenében élünk. Összesen 922 gyerek lép majd színpadra, reméljük, hogy megerősíti őket abban, hogy továbbra is énekeljenek, szeressék a kórus munkát, és kitartóak legyenek, hogy egy év múlva újra találkozhassunk. Az iskola életében mit jelent egy ilyen nagyszabású rendezvény? Hát ha valaki belátogat hozzánk, akár a hétköznapokban, akár hétvégén, azért megtapasztalhatja, hogy nekünk mindig valahonnan kiszűrődik a zene. Az előbb a mindennapok mellett, ez kiemelt eseményünk, hiszen akár a kórustagok létszámában, a szereplők létszámában azért ez nagyságrendileg többet jelent, illetve hát a közös éneklés, a közös munkának a gyümölcsét fogjuk most learatni. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni. Hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára, kövess Facebook és Instagram oldalunkat.